Veszprém, Sopron, Budapest és Székesfehérvár után most Nyíregyházán is bemutatják a Sing 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 másképp című musical show-t. Hangzott el a színház sajtótájékoztatóján. Olyan előadások ismert darabjait hallhatja a közönség, mint például a Rómeó és Júlia, az Elizabeth, a Diótörő, a Moller Rouge, a Rudolf vagy éppen a Gríz. Szakál Attila rendező koreográfus darabjában a nyíregyházi színészek mellett Buch Tibor, Füredi Nikolett, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt is színpadra lép. Megpróbáltuk azokat a legnépszerűbb és a legmonumentálisabb dalokat összeszedni, és hogy ezzel próbáljuk elkápráztatni a nézőket. Egyet elárulok, van egy titok, hogy a Broadway-n volt egy nagyon jó marketing fogás, hogy a nézőket felengedték a színpadra. Hát jelentem, itt is azért lesz fotózkodás a színpadon még az előadás közben is, és lesz közös éneklés, lesz közös táncolgatás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komplex programot fogunk ide varázsolni március 19-én és március 26-án a Móricz Zsigmond Színházba. A sajtótájékoztatón elhangzott a színház célja, a zenés darabokkal a fiatalok becsalogatása mellett a musical szerető közönség kialakítása is. A színházi nevelés az nem csak a óvodások, általános iskolások és középiskolások szempontjából fontos, hanem fontos, hogy a musicalekre is egy kicsit neveljünk. Én azért gondoltam, hogy ha belevágunk egy ilyen projektbe, akkor az országból a legjobb neveket, illetve színházunkból is a legjobban éneklő kollégákat kérem fel arra, hogy egy musical show-t összehozzunk. Ez a csapat garancia arra, hogy egy olyan előadást láthasson a közönség, amit biztos vagyok benne, hogy hosszú ideig fog emlegetni, és olyan energiával feltöltődve fogják elhagyni a színházat, ami akár következő produkciókra is vissza fogja őket csábítani. A színház szándéka szerint ezt a produkciót az évadban még többször is láthatja a nyíregyházi közönség.